Köszöntöm Önöket! A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amely azonban nem csak egyházi szertartásokban gazdag, hanem szebbnél szebb népi hagyományokban is. Bár e szokások tájegységenként változnak, közös bennük az, hogy különleges színfoltjai az ünnepnek. Ezek megőrzése, évről évre történő felelevenítése gazdagabbá, autentikusabbá teszi a húsvét napjait. Ma Gyímes Középlokra látogatunk, ahol felidézünk néhányat az itt élő szokások közül. Tojást írunk, házi kenyeret sütünk, és azt is megmutatjuk, hogyan készül a tojásíráshoz elengedhetetlen eszköz, a kesice. Tartsanak velünk! Gyímes Középlokon a helybéliek ragaszkodnak a hagyományokhoz, hűen őrzik a húsvéti időszakra jellemző szép szokásokat. Így van ez a Tankó családban is, ahol kicsik és nagyok egyaránt részt vesznek a készülődésben. Hát így Gyímes Középlokon elég sok hagyományuk megőröznek. Tehát így húsvét előtt, mondhatom a nagy hétén, tehát ez azzal jár, hogy húsvét előtt nagy pénteken tojásírással foglalkozunk. Tehát azért kalákával szoktunk piros tojást festeni, megírni, és itt azért elég sokan még tudnak írni, de vannak, akik kevésbé. És akkor így, aki tud, annak elviszik a tojást, és akkor megkérik, hogy írjanak. Nagyon nehéz átadni generációról generációra, mert az ár sodorja őket, tehát a fiatalokat, és kevésbé érdekli azt, hogy akkor mi most mit tudunk. Tudnak írni, tehát nekem is van ikerlányom, kettő úgymondva ikrek, és ők szeretik. Tehát ők úgy azért még a hagyományokat tanulják, szeretik, és csinálják, tehát folytassák ők is. Tankó Réka is az édesanyjától tanulta a tojásírást. Mennyire nehéz megírni ezeket a tojásokat? Hát nem könnyű. Nem. Hát oda ügyességgel is még veszketek én. Veszket még? Uh-huh. De nem azt én megfélsz. Nem. De a tojásíráson mi a nehéz benne? Hát a formát. Igen, és azon kívül? Az alap. Forró a? Forró a viasz. Édesapának szoktam rajzolni, másoknak nem adom. A hímes tojás a húsvéti ünnepkör ősi, kultikus szimbóluma. A hiedelem szerint a nagypénteken főzött és írott tojás nem romlik meg. Vannak olyan tájegységek, ahol különböző színűre festik a tojásokat. Gyímesben viszont csak a piros színt használják. Hát itt is van, hogy hagymahéjba festik, meg harisnyába kötik és epérlevelet raknak rá. De én kimondottan egy idős nénitől tanultam, tehát a Gizi nénitől, Isten nyugtassa, mert meg van halva, és kicsi korom óta, tehát úgy mondva 4-5-6 osztályos lehettem, amikor édesanyám, tehát akkor is mentek kalákába tojást írni, és itt a szomszédban van, itt a második ház, ott lakott a Gizi néni, és úgy szerettem, tehát olyan simán, szépen írta tehát a tojásokat, hogy kívánatos volt nézni, és akkor édesanyám biztatott, hogy próbáld még, csinálja te is, akkor persze előre reszketős kézzel, még nehezebben ment a vonalak, nem annyira egyenesek voltak, még na. És akkor magyarázott a Gizi néni, hogy bátrabban, tehát egyenesebben, hogy fogjam a tojás, meg a kesicét, ugye, amivel írjuk, és akkor lassan beléjöttem. És akkor egy idő után úgy szerettem egyedül írni. Tehát nem szerettem úgy társasága, hogy ne lássák, hogy milyen írok. De most már nem idegesít, hogy többen írjuk, sőt, jól esik, hogy még más is, mással is tudom írni. Hát minden tojásnak megvan a neve. Megvan, hogy gyűjtött rózsa, vagy kankus, vagy csillagos, vagy kabala, vagy kupa, mindegyiknek van neve. És csak pirosra festjük, más szint nem festünk, csak piros tojást. Ildikó, te hol ismerted meg ezeket a motivumokat, a nevüket főleg? Édesanyjától, úgy tanultam, és a szomszédosztom, és így régebb összeültünk, írtuk kalakába. Sokan? Sokan, sokan. 4-en, 5-en, igen. Aki nem írta, az festette, a másik takarította, a másik
fényesített tárgy. Tessék, kérem szépen, most mindenki elvesz egy kesicét, úgy lehet már addig, amíg... Igen. Igen, igen, s ide lehet pöttyögtetni. Az is lehet, hogy aztán a végén. De itt a te jól... Tehát ezek a kesicék, most az a helyzet, hogy egy éve nem voltak használva, és akkor bele kell jöjjenek, tehát meg kell melegedjenek annyira, hogy a viaszt felszívja. Tehát a teljes cérna, hogy megteljen viasszal és tartsa melegén. Hát igen, nem elég forró. Tehát a lényeg az, hogy minél több kesice kéne, hogy legyen. Ez az. Az a helyzet, hogy át kell melegedjenek a kesicék, és a viasz is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Már általában egy tojást meg kell írni egy kesicével. Hogyha jó a kesice, akkor én meg szoktam írni. Ha nem, akkor egy fél tojást. És akkor Réka arról magyarázott, hogy a tojást ugye felosszuk, egyszer félbe, aztán ez az, hogy fut le a viasza a kesicéről, nem tudom mennyire látszik. És tehát inkább a tojást forgassuk kezünkbe. Na. Tehát egyszer a tojás ugye fel van osztva. Akkor még itt középen is. Tehát ezek az alapvonalak, amit meg húztunk a tojáson, az enyedés vonalakot kell meghúzni, ugye? És utána akkor jöhet a minta. Vannak, amik... Én most például a cserelepit fogom megírni. Hát igen, mondtam, hogy minden mintának van neve, de én soknak nem tudom amúgy a nevét, ha nem olvasom ki, tehát nem lesen ki a könyvből. Persze, hogy lehet újítani, lehet változtatni, hozzáadni, kevesebbet írni rá. Lehet kitalálni mintákat, de én a hagyományos mintákat szeretem. Ebben a családban a tojásírás eszközeit is házilag készítik el. Az íróka, azaz a kesice, fontos eszköz, hiszen ezzel írják a szebbnél szebb tojásokat a leányok, asszonyok. Hogy hogyan is készül ez el, azt Tanko Zoltán mutatta meg nekünk. A kesice, amivel írjuk a tojást, azt férfiak készítik. Tehát úgy mondom, édespalm is tudja csinálni, a férjem is eltanulta tőle, és nekem olyan kesicéim vannak, amit édesapám csinált, és a férjem. Tehát ők ezzel segítnek be, ugye, hogy a szerszámot előkészítik. Na hát a kesicének maga a nyele ilyen fenyőfából csináljuk, hasítjuk, szallalra legyen, majd legömböjtjük. Úgy kéz után legyen kellemedés, és az első végét, ahol jön a hegy, azt meghegyezzük, és megfúrjuk. Majd csináljuk a hegyet. Ezt a hegyet rész lemezből, de nagyon vékony, minél vékonyabb, annál jobb. De minél jobb, ha részből csináljuk, mert többet tart. Meg kell hegyezzük egy ilyen hegyes fanén, hogy úgy hívjuk mi az ár. Rá kell hajtani, de úgy, hogy az levegőt ne kapjon, a viasz, hogy ne fusson ki. És ezt ráhagytott, én meg szoktam így csiszolni, kerek legyen a vége, szabályos. Minél hegyesebb, annál szebbet ír a tojás. Ebbe bele hajászik, de ebbe bele rakunk szőrt. Lófarokból vagy disznyó szőréből. Az vezeti le a viaszot. Annélkül nem így. És ezt ide bele kell helyezteni. Ez olyan pipics munka. Ezt belerakom. Én így szoktam csinálni. És majd kandércérnával be kell takarni. Jó szorosan. Így van készen egy
Kesica. A tojásíráshoz mély viaszt használnak, ebbe mártogatják a kesicét, egyenletes vonalakat húzva a tojás felületére. A kesicét, tehát maga a kesice, az forró, tehát ahogy halljátok, mondják anyuék is, hogy nem elég meleg. Viszont valamikor nagyon meleg, és nagyon akkor meleg, forró, rápöttyen az ujjadra, és akkor az úgy elégeti a bőrödöt, hogy csak. És így szoktuk ide pöttyögtetni a körmünkre, ugye azért, hogy ne a tojásra menjen rá, mikor kivesszük a kesicét. Édesapám is készített. Azt, amit a keresztanyám, amelyikkel ír, azt még édesapám készítette, és utána átvette Zoli. Rápöttyentek. Régebb is így kalákában írták a tojásokat? Hát inkább, hát igen. Igen. Összegyűjtek. Ne készen van, ez a cserelapi. Szeretem. Nem tudok én olyan kitűnő szépet írni, de szeretem foglalkozni vele. Tehát amivel, amelyiket meg szokta írni, azt nagyon szépen tudja írni. Tehát, hogy mondjam, azt szereti is írni, meg... Nem, éppen olyan pontos nem vagyok, de szeretem. Szeretem foglalkozni vele. Kicsit arról mesélj, hogy milyen ruha van rajtad, meg rajtatok. Tehát ez a hagyományos csángos ruha, ami itt ennek a vidéknek a jellemző, tehát erre a vidékre. A gyimesek három részből tevődnek össze. Gyimes felsőlok, gyimes középlok és gyimes bükk. És mindegyik községnek megvolt a maga motívuma, tehát úgy különböztették meg a csángós ruhát, tehát ismerték, hogy most akkor miben van felöltözve, hogy az felsőlokki, vagy középlokki, vagy gyimes bükki, a bundák mintája szerint. Tehát külön motivum a felső loki, az inkább virágosabb volt, tehát a közép loki az kevésbé, és a gyimes bükki pedig inkább ilyen mértani motivumok, tehát ilyen háromszög, rombusz volt hímezve a bundájukra. És a pendély, aztán megmutatom, hogy a karinca alatt van még pendély, azok házi szőtt vászomból vannak varva. Az ingek, hát ez mondhatom, hogy 100 évnél öregebb ing, tehát az én nagymamámnak az édesanyjáé volt ez az ing. Ez minden ingnek csipke volt varva, a hímzése pedig. Az lehetett keresztszemes, vagy fonáján varott. És a keresztszemes az pedig az a keresztszemes. A kendő pedig, a fiatalok azok rózsás kendőt viseltek. Most már ünnepnapokon ragaszkodunk, hogy felvesszük a népviseletet. Miután megírtuk a tojásokat, azután szépen beletegyük a festékbe, ami elő van készítve, és akkor egyenként belerakjuk. A festék, az nem szabad forró legyen, mert lekapja a viaszt a tojásról, és akkor nem lesz szép. Következő festésre. 5-10 perc, és akkor ki lehet szedni a tojásokat. Festékből addig hagyjuk szépen, hogy fogja meg. És akkor aztán a kályhán rácsot rakunk. Tojásokat, mikor a festékből kivegyük, akkor tehát a kicsit megszárad, letegyük egy rongyra, utána rátegyük a rácsra, a kályhára, és akkor azt forgassuk addig, amíg a viasz megolvad rajta, és akkor
régebb posztóval takarították a tojásokat, tehát a viaszt a tojásról. Most meg ilyen farber darabokkal is lehet takarítani. A gyímesi csángok a mai napig ragaszkodnak a gyímesi mintákhoz, hiszen mindegyiknek megvan a jelentősége, szimbolikája. Nekem jelenleg könyvem van, amiből szoktam lesni, mert azért van egy-két, hát úgy 10 tojás, amit fejből tudok írni. Az egésznek nem tudom a nevét, de úgy, tehát a töltött tojás, vagy töltött rózsa, vagy dellénkendő, vagy ördögláb, vagy kabala, vagy kantáros, tehát ilyen, amelyeket tehát úgy fejből tudom írni, azokat úgy általában tudom a nevüket is. Így készülnek a gyönyörű írott tojások Gímes Középlokon, ám nem ez az asszonyok egyedüli foglalatossága nagypénteken. Este már a nagyszombati kenyérsütést készítik elő, hogy a vasárnapi mise előtt minden készen álljon a nagy ünnepre. Hát nagy héten, tehát ünnek a misék, meggyomunk, bevaldozunk, missziós misékre menjünk. Így. Mit szoktatok itthon készíteni? Hát kenyeret sütünk, barant sütünk, süteményt sütünk, minden. Tojást írunk, húslevest főzünk, minden, káposztát tőtünk, minden. A nagy szerda esti, és a reggeli misén, az esti misén, és a reggelin szentelik az élelmet. És mit szoktál elvinni? Hát viszek bort, viszek kenyeret, kalácsot és barant. És piros tojást. Olyan tojást írunk, ami nem írott, hanem csak feste, tiszta piros. Azt szoktunk tudni szenteltetni. És azt megszenteljük. Azt megszenteljük. Igen, és akkor abból leszünk, amikor reggel hazajövünk, abból a szentelt ételből. Vasárnap? Vasárnap reggel, vagy szombaton este szentelnek. Ez a kétszer. Ma a nagy misén nem szentelnek, csak a reggeli misén és szombaton este. A gyímesi kenyérsütés rejtelmeibe már Billy Bock Ildikó vezetett be. Ő nem csak családja számára süt hagyományos pityókás házi kenyeret, hanem a falu asszonyainak is. Sokszor 20 kenyér is megsül a kis kemencében. Ildikó már nagypéntek este elkészíti a szombat reggeli sütéshez szükséges pityókás kovászt. Mi is történik? Tehát meggyújtja a tüzet, felteszem? Felteszem, igen, és az körülbelül egy 20 literes fazi pityóka. Így egy. És akkor felteszem, mikor megfőtt, akkor meghalmozzuk, és alá letörjük. Ilyet azért az ember ritkán lát. Ez biztos. Ez hány éves darab? Ez száznál több. Száznál több. És akkor ez hogy működik? Ez úgy, hogy ide lerakom, és akkor ide rakjuk bele a pityókat, és akkor így oda. Igen, persze. Így, és akkor vegyük fel, és megint megrakjuk, és megint rakjuk. Itt most ugye már a pityóka előbb... A pityóka, igen, meg van törve, így van. Hány pityókát főzött meg? Egy 20 literes fazékkal. És abban menj, megközelítőleg? Hát, én nem tudom, kilóra nem tudom. De sok? Sok. Ezzel is lehet törni. Sokkal nehezebb. Ez a modern, hát, igen, sokkal nehezebb, de egy nem tudja. Ha kettő itt egy mellé elül, töri és hancsa töri, hancsa töri. De mondjuk nekem két szomszéd asszonyom segít. Ez a tészta, ami az előző kenyérsütésből az élő tészta az. Úgy tarulom, hogy ebbe belirakom, lefedem, és ide bérakom, hogy se hidegben ne legyen, se melegben. Nem szoktam hűtőbe tartani. Ezután mi következik? Ezt ebbe a vizet teszek most. Jó. Ezzel fogjuk a pityókat, és így igen. És külön kések vannak. A mindenféle külön. Ezt így jól össze kell? Igen, össze kell. Gyúrni, ugye? Ugye mennyi vizet kell beletölteni? Igen, még egy ilyent töltök, s annyit. Még egy ilyen. Igen. Ó, ezt most ráállunk. Igen, és akkor kell kovászolni, mikor a pityóka majd kicsit meg van hűve, tehát így, ahogy megfogod a pityókat, akkor ne legyen forró. Forró. Hogy ne forró az ugye meg a kovász. Kézmeleg legyen. Úgy. Be ennyi víz kell. Körülbelül egy... Fél kilónyit szoktam bele gyúrni, többet nem. Azért már, hogyha sok a liszt, akkor megsavanyodik a kovász. Így szóval hűséget. Megkeresztezem. Mindegyikre keresztet vetik.
így tanultam, ma eszem is, hát tudnám, ma annyira megszoktam. Ugye a kenyeret is, mikor megvizezem, reateszem a lapátra, és így keresztet, minden kenyerre keresztet. És mikor megkezdem, akkor is örökké. Így, szépen látokod, és ennyi, regálik. Hány éves ütsz kenyeret, Ildikó, és hogy tanultad? Hát 20, édesanyjától. És ő mutatta meg neked, igen, a kintéset? Hát úgy néztük, igen, hogy este meghantottuk a pityókat, reggel dolgoztottunk, bétette a tüzet, és így örökké ott voltunk, és láttuk, hogy hogy csinálja. Egyszerűen. Kecse itt a liszt, benne van a só, belítítsuk a kovaszt. Régebb rendesen kézzel. Kész. Én most is meg tudom dolgozni. Csak így homorabb, mert ha nem mély homorabb, de könnyebb. Ez olyan 10-15 perc alatt meg dolgozni. A látsz, ilyen kell legyenni. Így eszek el ahol. Ügyesen meghintjük. Amikor rává végeztem, akkor húzogatom meg az első rendet egy kicsit. Jó. És azt egyedül szoktad egy csinálni? Akkor nem szerintem. Nekem nem csak. De nézd meg, hogy minden világ szerintem. Corina és Ildikó fontosnak tartják a hagyományok tovább örökítését, hiszen úgy vélik, ezek nélkül nem lehet elképzelni sem a jelent, sem a jövőt. A fiatalok fogékonyak az elődök szokásaira, hiszen nekik sem mindegy, hogy hogyan telnek az ünnepnapjai. Jó, mindenkit meglocsolnak. Vannak kicsi gyermekek, vannak legények. Akkor ma délután mennek az idősebbek, de tartsa. Családban mindenki még fennmarad. Egy darabig szerintem itt még fennmarad. És mi ennek a titka? Vannak olyan vidékek, ahol sajnos már nem így tartják a húsvétot? Szerintem kell a gyermek, a leányom is tud írni. És tud írni, és kenyeret sütni, mindent meg tud csinálni. Nem kell csinálni, de ha egyszer is meg kell csinálni, akkor meg tudja csinálni. Tehát nagyon fontos a példa. Így van. Hát reméljük, hogy igen. És úgy érzem, hogy az én gyerekeim csak úgy a hagyományhoz ragaszkodva, ők fogják folytatni, és szerintem tovább is tudják adni. Készen van. Idegségen nagy kalapot viselnek, a legények házasodni nem mernek, mert mind olyan a mostani menyecske, szép az ura, de ő szebbet szeretne, mert mind olyan a mostani menyecske, szép az ura, de ő szebbet szeretne. Magy Imes középlokon jártunk, ahol a húsvéti szokások és a hagyományok máig elevenen élnek. A díszes tojás, a pityókás házi kenyér, a húsvét hétfői locsolás az ünnep fontos mozzanatai nem csak az idősebbeknek, hanem a fiataloknak is. Bízunk abban, hogy így van ez máshol is, és reméljük, hogy a mai történetünkkel arra ösztönözzük nézőinket, hogy őrizzék, adják tovább a környezetükben élő ünnepi szokásokat. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Erdélyi történetekkel egy hét múlva ismét várom Önöket. Áldott ünnepeket kívánunk!